Gondolom, azért kérted Marilyn Monroe-t, mert hogy neki is érdekes halála volt. Mindjárt foglalkozunk azzal, és meg is nézzük, de először mutatom a képletét. Ez itt Marilyn Monroe képlete, Yangtze tigris évben, jénvízkígyó hónapban, jénfémkakas napon és jénvízkígyó órában született. Egyrészt ez a képlet azt mutatja, hogy egy gyönyörű nőről beszélünk, tehát hogy megint csak azt tudom mondani, hogy ha nem látnám magát az embert, akkor is látnám a képlete alapján, hogy valószínűleg nagyon gyönyörű és nagyon szexi vonzó nőről beszélünk. A tigris miatt egy ilyen nagyon szép, szabályos arca van, és egyébként a tanfolyamaimon mindig meg is említem, hogy Marilyn Monroe nagyon jó példa a tigrisre, mert hogy ott van az arcán, tehát lehet látni nála ezt a jó kis szimmetrikusságot. Ezen felül ott van benne két kígyó, és a kígyónők azok híresen szépek, és a kígyónők híresek arról, hogy nagyon jól tudják csábítani a férfiakat. Aztán ott van a kakas, a jénfém kakas, és az pedig abszolút azt mutatja, hogy meg akarja mutatni magát, és mindenképpen nagyon szép akar lenni. Tehát van benne egy maximalizmus, van benne egy törekvés arra, hogy a legjobb legyen mindenben, tehát ez legyen akár a megjelenés, akár bármi megszólalás, vagy bármihez hasonló. Ezért is lehet az, hogy ha megnézitek, akkor olyan párokat választott mindig, természetesen kicsit idősebb korában már, akik valamit letettek az asztalra, és akik azért tehát értelmes és értékes emberek voltak, legyen ez akár Kennedy, legyen ez akár Miller. Egész egyszerűen, tehát neki a minőség nem csak a külsőben volt fontos, hanem ott is fontos volt, hogy lelkileg, szellemileg a másik az elég jó legyen, és eleget tudjon nyújtani neki. Emellett, tehát itt ez a kakas meg a kígyó mutatja azt, ami azt a viselkedést, hogy például ugye ő híres arról, hogy csak Chanel No. 5 nevezetű parfümjét viselte az ágyba, semmi mást. Tehát, hogy ez ilyen klasszikusan kakas kígyó, hogy úgy mondjam, tehát, hogy a szépség, a minőség, a titokzatosság és a nagyon nagy nőiesség. Hogyha kitérünk a halálára, ez 1962. augusztus 5-én volt, ha jól emlékszem, de mutatom egy percre a képletét. Nézzétek, itt 62-nél nincsen semmi. Tehát ezek itt az úgynevezett szerencseoszlopok, egy embernek az élete kiterítve, és mindig akkor történik valami, ami lelkileg megérinti, hogyha váltó évbe érkezik. Tehát vagy mondjuk egy 10 éves időszak elején, vagy a végén. 62 neki baromira nem, egyik helyen sincsen, tehát se az elején, se a végén, nincsen, valahol a közepén van, és semmiféle elem nem mutatja azt, hogy ez az év neki valamiféleképpen különleges lett volna. Ezt azért mondom, mert hogy ugyanaz látszik, hogy ez egy Yangtze tigris év, tehát ez neki egy kicsit érzékeny év, de ettől függetlenül semmi nyoma nincsen annak, hogy itt valami nagyobb dolog történne. Ez azért fontos, mert itt szoktam azt mondani, hogy ezek a nem betervezett halálesetek. Arra gondolok, hogy ilyenkor nem kap negatív energiákat, tehát ez, ugye mindig mondom, hogy egy ember többször kerül olyan állapotba, hogy akár meghaljon, az mindig a saját döntése, hogy melyik irányba megy tovább, meghal vagy él. Viszont itt ez nem az ő döntése volt. Tehát itt kívülről érkezett egy olyan erő, ami megszüntette az életét, nem az ő döntése volt. Nem az volt, hogy halál közeli állapotba került, és úgy döntött, hogy meghal. Ami még megint csak érdekes a képletében, és mutatom megint csak. Az itt a lélekcsillagnál a kígyó. A lélekcsillag ugyanis mindig azt mutatja, hogy valakivel karmikus kapcsolódásod van, akit már előző életedből is ismertél, akivel valamilyen lezáratlan ügyetek van. És mutassak nektek egy kígyót. Ez itt egy jintűz kígyó évben, jinfa kígyó hónapban született emberke, és még ott is van egy jangtűz, aztán meg egy jinfém kecske, és egy jangtűz majom. Nekünk itt a két kígyó a fontos. Tudjátok, ki ennek a képlete ez? Hát John F. Kennedy. Tehát nem véletlen, hogy ők találkoztak, nem véletlen, hogy együtt voltak, nem véletlen az egész kapcsolatuk, úgyhogy ott biztos, hogy egy karmikus találkozás volt, és
Összegezve én azt mondanám, hogy ez a halál, ez nem természetes halál volt. Nem arra gondolok, hogy gyógyszerek miatt halt meg, hanem arra, hogy valaki ezt elősegítette.